mai kísérletünk a kvantummechanika egyik legizgalmasabb jelenségét, a fotoeffektust fogja bemutatni. Nem is olyan egyszerű ez a kísérlet, hisz annak idején Einstein ezért kapott Nobel-díjat. Sokan összetévesztik az E = mc négyzettel, pedig itt a fotoeffektusról van szó. Hogy ezt a jelenséget egy kicsit szemléletesebbé tegyük, egy bagyot hívunk segítségül. Ez a bagoly valami olyasmi szeretne lenni, mint annak idején öveges professzornak volt a Heki nevű kutyája, amelyel ugye a hangok világát és a rezonanciát lehetett szemléletessé tenni. Itt mi most megpróbálunk egy állatot igénybe venni abból a célból, hogy hogyan ismerhetők fel a színek egy fotocella segítségével. Ez azon ritka kísérletek egyike, ahol a kísérletet mindenképpen jobb, ha megelőzi egy magyarázat, és csak utána nézzük végig a jelenséget. Bagyunk lelke egy fotocella, az ábrán láthatjuk. Ha a fotocella katódjára mondjuk vörös színű fotonok esnek, és ezeknek a fotonoknak az energiája nagyobb, mint a kilépési munka, akkor a katódból elektronok képesek kilépni. Ezek az elektronok feltöltik itt az anódot, és a negatív töltés a kondenzátor fegyverzetein is megjelenik, és akkor kialakul a kondenzátoron egy feszültség. Ez a feszültség pontosan olyan, ami olyan elektromos teret hoz létre, ami meggátolja az elektronok mozgását, és egy adott feszültségnél már ezek az elektronok képtelenek lesznek elérni az anódot. Itt a fenti egyenletből, amit egyébként Einstein állított föl, jól látható, hogy a megvilágító fotonok frekvenciájától függ az, hogy mekkora lesz a kilépő elektronok mozgási energiája, hisz a kilépési munka állandó. Első lépésként tehát, miután piros fotonokkal világítjuk meg ezt a fotokatódot, az itt látható potenciométerrel beállítunk egy akkora feszültséget, aminek hatására még éppen kigyullad a piros led. Itt ejtsünk néhány szót a ledekről is. A ledek szintén a kvantummechanika elve alapján működnek, és olyan fényforrások, amelyek csak akkor gyulladnak ki, ha legalább akkora nyitófeszültséget kapnak, mint amekkora a belőlük kilépő fotonok kvantumának energiája. Tehát, hogyha beállítottuk ebből a potenciométerrel, hogy a piros fotonok hatására éppen a piros LED kezdjen el világítani, és a többi még nem, akkor itt a potenciométerünkkel a kilépési munkának megfelelő feszültséget állítottuk be. Ezek után az így beállított rendszert, ha zöld fotonokkal világítjuk meg, akkor ugye a beállított feszültség itt megmaradt, viszont a zöld fotonoknak nagyobb az energiája, tehát itt akkor a feszültség többlet keletkezik, aminek hatására itt már a piros mellett a zöld LED is elkezd világítani. Ezt követően pedig már bátran megvilágíthatjuk a fotocellánkat kék színű fotonokkal is, és ekkor már a kék LED-nek is ki kell, hogy gyulladjon, és mindahogy majd a kísérletben látjuk, ki is gyullad. Honnan veszünk vörös, zöld és kék fotonokat? Hát egyrészt pont ezek a LED fényforrások alkalmasak ilyen monokromatikus fény előállítására, tehát egy olyan LED-del világítjuk meg a fotocellát, amilyet a kijelzésre is használunk. Van még egy áramköri elem, amiről nem beszéltem ebbe a kapcsolási rajzba. Ez egy feszültség követő integrált áramkör. Gyakorlatilag fizikai szempontból semmilyen szerepe nincs, hisz az itt lévő feszültséget átteszi ide a másik lábára, csak impedanciát transformál, vagyis ugye, mint tudjuk, egy ilyen fotocella az rendkívül kis számú elektront tud produkálni, tehát az itt kifolyó áram az nagyon kicsi lenne, viszont ahhoz, ha itt ledet szeretnénk kinyújtani, avval a feszültséggel, amit keletkezik, ahhoz nagyobb áramra van szükség, tehát ez a kis műveleti erősítő itt gyakorlatilag ezt a feszültséget teszi át ide, oly módon, hogy nagyobb áram jöhet ki rajta. Na, miután megnéztük a
működési elvét a berendezésnek, próbáljuk ki a magjunkat, hogy tényleg ismeri-e a fotoeffektus jelenségét. Itt van ez a kis bagoly, itt a hátulján megfigyelhető a fotocella, ami egyébként egy ilyen fekete fóliával be van vonva, hogy a külső fények ne zavarják. A három LED pedig itt a fa ágain található, ráadásul olyan távolságra egymástól, mint ahogy a piros, zöld vagy kék LED kigyújtásához szükséges feszültség aránynak egymáshoz. Kezdjük a kísérletet azzal, hogy megmutatjuk a piros fényforrást a bagjunknak, és izgatottan várjuk, hogy vajon felismerje a színét. Bagjunk gyönyörű szépen piros lámpát mutat nekünk jelezvén, hogy valóban piros fotonokkal világítottuk meg a szemét. Hogy a faágon látható el egy kicsivel később kapcsol ki, mint amikor a fényforrást elveszem tőle, az azért van, mert ugye a kondenzátor itt fel van töltve, és annak a kisütéséhez bizonyos időre van szükség. Ezt követően mutassunk zöld ledet a bagolynak. Bagjunk gyönyörű szépen felismeri, hogy hát tényleg nagyon tisztában van a kvantummechanikával, vagyis most már a piros és a zöld led együtt világít. Figyeljük meg, hogy amikor elveszem a fényforrást, akkor a zöld led az gyorsabban kialszik, mint a piros, szintén jelezve, hogy a kondenzátor is tárol töltéseket, és annak elvesztéséhez bizonyos időre van szükség. Ezek után nézzük meg a kék színű fényforrásunkat. Itt is azt várjuk, hogy mind a három kigyullad, és a kék egy kicsit később, mind a zöld. Amikor elveszem a fényforrást, akkor legelőször a kék, majd a zöld és a piros fény alszik ki, szintén a kondenzátor következtében. Newton óta tudjuk, hogy a fehér fény az tulajdonképpen az összes színt tartalmazza, így a pirosat, zöldet és a kéket. Nézzük meg, hogy magjunk ismeri-e a fizikának ezt a Newton által megállapított törvényszerűségeit. Látjuk, hogy a bagoly kiválóan felismerte, hogy a fehér fény az piros, zöld és kék színeket is tartalmaz. Hogy egy kicsit tovább bonyolítsuk a helyzetet, magjunkat szemüvegekkel is elláthatjuk. Itt van például egy piros szemüveg, amin majd fehér fénnyel fogunk átvilágítani. Tegyük fel a szemüveget a bagolyra, és nézzük meg így. Látszik, hogy a bagoly azt is felismeri, hogy amikor a vörös szűrőt tartalmazó szemüvegen keresztül megy a fehér fény, ez az üveg tulajdonképpen azért vörös, mert a fehérből csak a piros fényt engedi át. Ezek után nézzük, hogy mire képes a zöld szemüveggel. Szintén látható, hogy egy zöld fólia kiválóan alkalmas zöld szemüvegnek. Fölhelyezve a bagolyra egy ilyen kis hűtőmágnessel, gyönyörű szépen a zöld szemüvegen a piros, zöld és hát a zöld színű fény megy át, ami egyébként a piros és a zöld LED kigyújtására alkalmas. És most jöhet egy kérdés a gyerekek számára. Vajon mi történik, hogyha egyszerre teszünk piros és zöld szemüveget a magjunk elé? Itt van tehát a piros és a zöld, és valóban azt gondolta jól, aki azt gondolta, hogy a piros és a zöld szemüveg együttes hatására egyik lámpa sem gyulladt ki, hiszen a piros ugyan áttengedi a fehérből a piros fényt, de a zöld szűrő azt már kiszűri. Azt hiszem, hogy Uhu-nak a kvantumbagolynak a segítségével egészen jól megismerhettük a fotoeffektus alapjait.